Agyi történések, balesetek menedzselése, koraszülött mentés, helyszíni császármetszés, újraélesztés telefonon. Egy szóval idén is olyan témák kerültek terítékre a háromnapos mentésügyi konferencián, mellyel nap mint nap találkoznak a szakmában, azaz a mentésügyben dolgozók. Az Ámbák Alapítvány, a Hargita megyei Orvosi Kollégium és a Hargita megyei Asszisztensek rendjének szervezésében zajló konferencia az évek alatt egyre népszerűbbé vált. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az immár 18. alkalommal jelentkező rendezvényre mind többen és többen jönnek el. Idén összesen 600-an érkeztek Székelyudvarhelyre. A gyakorlati és elméleti szakaszokból álló képzés sorozat témája minden évben változik, újabb és újabb ismereteket dolgozva fel a szakemberek számára. A konferencia egyébként továbbképzés is, és a résztvevők a működési engedélyükhöz elengedhetetlen kreditpontokat gyűjtik be. A mai előadásokat a művelődési házban tartották. A konferencia lényege, hogy a kórház előtti szakaszban a családorvos, illetve a mentő mit tehet annak érdekében, hogy a beteg biztonságosan beírjen a kórházba. Ez nyilván a szakmai továbbképzés célozza meg, ugyanis a magyarországi kollégák nagyon sok friss információt hoznak, meg saját tapasztalatot, amit megosztanak velünk, és ezzel a szakmai továbbképzésünk egy más szintet ér el. A mentésügyi konferencia része a Székelyudvarhely tavasza esemény sorozatnak. A tudományos előadások már csütörtök délután elkezdődtek, azt megelőzően pedig a mentőszolgálat épületében gyakorlati képzésre is sor került. A referátok sora ma kora délután ért véget. A jelenlévő vendégek közül többen is holnap Csíksomlyóra utaznak.